Pontosan, és ugye a titkok könyvtára című sorozat szinkronjába leshettünk be. Milyen a te karaktered? Hogyan tudnád jellemezni? Hát egy fiatal ember, aki tudós is játszik, kisebb-nagyobb sikerekkel, aztán rájön, hogy nagyobb sikerekkel a végén. Aha. Mennyire szereted, mennyire tudtál azonosulni a karakteredben? Hát ez egy fura kérdés, ez nem volt azért egy olyan nagy szerep, nem is visszatérő szereplője a sorozatnak, de hát egy fiatalból a gyerekhez mindig jó játszani és könnyű azonosulni. Alapjáraton te is egy ilyen fiatalos, bolond gyermek vagy? Annyira már fiatalos nem, de a bolondság azért az még megvan bennem. És hát láttam ugye, hogy ahogy beléptél a terembe, gyakorlatilag megkaptad az indító számot, és rögtön ugye munkába kellett állni. Hát hogy tudsz ilyen gyorsan bekapcsolódni a munka folyamatba? Hát én valójában 6 éves korom óta, tehát most már majd szeptemberben lesz, hogy 23 éve ezt csinálom. Így azért viszonylag ennyi év tapasztalattal nem nehéz fölvenni a tempót. Az elején gyerekkoromban mondjuk még nem is volt ilyen gyors ez a munka, akkor azért még több idő volt próbálni, felkészülni a szerepekre. Ma már felgyorsult ez a szakma, mint a világ, és alkalmazkodni kell. És szerinted a szinkronnak a milyen szerepe van a magyar filmnézők körében? Tehát meghatározó szerepe van egy most? Mindenképp. Hiszen hát a magyar szinkron nélkül a filmeket nem biztos, hogy annyi filmet néznének az emberek. Tudom, hogy rengetegen néznek felirattal, meg angolul filmet, eredeti nyelven filmet, de azért a többség ma Magyarországon erre még nem alkalmas. Akármilyen okok véget. És azt is gondolom, hogy nagyon sokszor tesz hozzá a szinkron a filmekhez. Hogy sokszor jobb és élvezhetőbb lesz, akár a karakter színesebbé tud válni a szinkron által, mint szinkron nélkül. És egy személyes jellegű kérdés, te hogyan nézed a filmeket? Szinkronnal vagy anélkül? Változó. Attól függ, hogy mit nézek. Köszönjük szépen, és hát kívánok egy további jó munkát és sikereket. Köszönöm.